Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Egerben. Mondjuk el az Om Nám mantrát, amely az univerzum a maga tisztaságában 7-szer közösen. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Figyelj jól, három kérdést fogok föltenni. Az első, mit keresel itt? Már tudod, hogy a születés után halál van. Már tudod, hogy az öröm és a bánat együtt jár. Már tudod, hogy a szabadság és a felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala. Mit keresel itt? Második kérdés. Mi a legmakacsabb traumád? Mi az, ami a legsötétebb szobád, legelzártabb ládájának a mélyén van, hogy soha ne lásd, soha ne halld, soha ne érintsen meg, soha ne tapasztald újra azt a személyt, azt a jelenséget, azt az állapotot, amit a legjobban félsz, amit a legjobban utálsz, amit nem szeretnél újraélni, de mégis megtörténik. Harmadik, miben hiszel? Mi a legmélyebb azonosulásod? Mi az, amire az egész életed épül? Mi a hitrendszerednek az alapja? Valójában ez a három kérdés egy kérdés. Ha megnézed, hogy mire törekszel egész életed során, ha éltél eleget, már tudod, hogy a siker, meg a boldogság, a külső megvalósulás, az mind-mind egy köztes állapot. Itt nem ér véget semmi, sőt, ezek az állapotok nem is tartósíthatók, rendkívüli energiabefektetéssel egy optimális sávban tarthatók. És akkor, amikor ez a három kérdés egyé válik benned, akkor meglátod azt, hogy a lélek valójában mire törekszik. Boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, de tartósan nem tudjuk elkerülni a szenvedést, vagy megszerezni a boldogságot. Mindegyikbe energiabefektetés kell. A szenvedésnél, hogy ne hozz létre, hogy ne szenvedj újra és ne szenvedtess újra. A boldogságnál pedig az, hogy lehetőleg minél több emberrel oszd meg, ahhoz, hogy újra és újra személyesen neked részed legyen benne. Ahhoz, hogy a hitrendszeredet letisztítsd, valamilyen tapasztalásra van szükség. Már látod azt, hogy az ideák mennyire illékonyak, múlékonyak, még akkor is, hogyha több ezer éven keresztül nyomtatjuk őket és terjesztjük. Ezek addig ideák és gondolatok maradnak, ameddig tapasztalat nincs mögöttük. Magad is ismerhetsz olyan embert, aki évtizedekig hitt valamiben, valamilyen írásban, és utána egyszer csak eltávolodott, és azt mondja, ez nem én vagyok, ez nem az enyém, én ebben nem tudok hinni többet, mert a tapasztalat rácáfolt. A lélek tehát az egészségre törekszik, mert ebben találja meg azt az energiaállapotot és tudatállapotot,
ahol biztonságban és boldogságban érzi magát. Egyet viszont nem tudunk, és épp ezért születünk újra, meg újra, hogy mindaddig, amíg az én képed fix, amíg te egy szilárd egoitásnak gondolod magad, amíg a változásra nem vagy képes, addig szenvedsz és szenvedtetsz. És innentől kezdve van utad, hogyha ezt fölismerted. Fölismerted a mulandóságot, hogy születünk és meg fogunk halni, és hogy az életnek enélkül alapértéke nem lenne. A második, hogy felismerted azt a tökéletlenséget, vagy eredeti tulajdonság nélküliséget, amely a minőségnek az alapja. A minőség teremthető, sőt általunk teremthető. Most mit gondolsz? Most mit érzel? Most mit mondasz? Most mit teszel? Ezeknek a karmáknak minősége van. Valahonnan jön és valahová megy. És ahhoz, hogy a hited meglegyen, ahhoz minden téves nézetet le kell fosztani. Ez nem megy másképp, mint belső és külső tapasztalással. És ahhoz, hogy ez meglegyen, tenni kell. A belső az a nem cselekvés, vagy a nem mozdulás, a külső pedig a helyes életvitel, a helyes munka, a helyes viszonyulás. Tehát a lélek mindenképpen kiegészülésre törekszik, hogy az utolsó szétosztott, lefolytott karmáját is tudatosítsa, és így integrálja magába. A tudatosítás, kérem szépen, nem hobbi. Az önvaló nem egy kedvenc időtöltés. Akinek ez megvan, az ösztönösen tudja, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Nagyon kevesen vagyunk ilyenek. Legtöbben le kell hántanunk magunkról a téves nézeteket, hogy megszüntessük a harag és kapzsiság állandó kitöréseit. Hogy ne legyen csak rossz napunk. És a kiegészülés pedig nem más, mint egy magasabb energiaállapot és tisztább tudat elérése. Gondold el azokat a pillanatokat, amikor önfeledten boldog voltál. Mi kellett hozzá? Ki kellett hozzá? Teljesen mindegy, hogy milyen természeti, emberi vagy materiális környezetben voltál, a boldogság egy nagyon magas energiaállapot, ahol a tudat nincs megosztva az elme tevékenysége által. Ezért keressük fiatalkorunkban az önfeledtséget. Aztán ebből könnyelműség lesz, utána hiba lesz, amit javítani kell. És a hibák elvezetnek azokig a rejtett traumákig, amelyek ott vannak a tudattalamban, amelyek a legrosszabb napjaidon feljönnek, és megmérgezik az életedet, és azokét is, akik veled függésben, kapcsolatban élnek. Tehát, ha megnézed, a három alapkérdés ott találkozik, hogy egy traumát addig ismételsz, amíg nem látod tisztán. Egy karmát addig adsz és addig kapsz, amíg a működésmódját nem sajátítod el. Kérdezed, miért történik velem mindig ugyanaz? A jelenség lehet más, de a lényeg, a mély szerkezet olyan kétségbejtően ugyanaz. Legyen az párkapcsolat, gyermeknevelés, munka, az egész élethelyzet. Miért? Miért ismétlődik? Azért ismétlődik, mert még nem láttad teljesen, még nem tudatosítottad kellőképpen, és hogyha nem látod meg a működését, akkor az uralmat sem szerezheted meg felette. Nézd meg, ez egy járművel nagyon egyszerű. Csak a vezetői székből tudod azt a járművet vezetni. Csak a műszerek működésének az elsajátításával tudsz ellenőrzést gyakorolni a jármű fölött, merre megy, milyen gyorsan, és a többi. Addig ismétled a karmádat, ameddig el nem ismered, hogy azt te teremted. Addig érnek újabb és újabb traumák kívülről, látszólag, amíg a belső hitrendszered, az önképed, a világképed meg nem változik. Semmi más esélyünk nincs, és ezért törekszünk valamiféle
éber élményre, valamilyen tudati tisztaságra, hogy söpörjük le az elméből a felesleges nézeteket. Ne törjünk már szét annyira múltra, jelenre és jövőre. És ekkor van esélyünk. Addig ismétled, amíg nem tudatosítod, és amíg nem kerülsz teremtő pozícióba, addig nem gyakorolsz uralmat semmilyen karma fölött. Itt kapcsolódik a három kérdés. Miért vagy itt? Miért ismétled az életek sokaságát? Ha tudsz róla, ha nem, ha elhiszed, ha nem. Mi az a makacs trauma, a legrosszabb álmod, a legnagyobb félelmed, ami ott van a tudattalanod mélyén, és akkor is följön, ha nem akarod? És miben hiszel? Mi az önképed? Mi a világképed? Tessék megnézni, hogy a hitrendszereden múlik a lelked egészsége. A konfliktusokkal és a traumákkal való szembenézés a fejlődésed kulcsa. Tudatosodás nélkül gépiesen ismétled mindazt, ami eddig történt veled, a szüleiddel, a nagyszüleiddel, a dédszüleiddel, az ükszüleiddel, hetedíziglen föl és le, mert továbbadod az utódaidnak. Mert nem tettél mást, csak továbbadtad. Elképesztő ellentmondás, hogy a felnövekvésünk során, a felnőtt korunk során és a hajlott idős korunk során nagyon keveset látunk mindebből. Miért? Mert belül a munkát nem végezzük el. Nem tesszük fel a kérdést, hogy mi ez. Most éppen mi megy végbe bennem? Mi az oka? Ki az oka? Én mit csinálok belőle? Engedem-e, hogy egy másik ember viselkedésének a következményévé váljak? Vagy pedig át tudom alakítani, mert le tudok választódni róla? Mert nem azonosulok vele? Mert magasan tartom az éberségemet, a jelenlétemet, a figyelmemet, és így az energiaszintemet is? Nem engedem, hogy az elmém dualisztikus tevékenysége szétvágja a lelkemet, vagy mások lelkét? Semmi mást nem veszel észre, csak azt, hogy a megkülönböztetésekből ítéletek lettek. Ekkor tudod, hogy túlzuhantál, és nem húztad meg azt a biztonsági zsinórt, hogy köszönöm, itt én elhallgatok, hogy ennyi elég volt, hogy nem akarok már tovább gondolkodni erről, másról, a másik személyről, mert sok. Kóreában azt mondják, ne fess lábakat a kígyóra. A kígyónak arra nincs szüksége. Itt nyugaton nem csak, hogy megtesszük ezt, hanem még zoknit is húzunk a lábra, és amikor a kígyó tiltakozik, hogy hát ez tényleg nem kéne, akkor még cipőt is húzunk az összes kígyó lábra. Ekkor a kígyó elpusztul. Nézd meg, hogy a saját elméd dualisztikus, ellentétekre szakadt tevékenysége, hogyan üti szét a világodat, a kapcsolataidat, az életélményedet, hogyan nem látod tőlük a kék eget, a fák lombját, és nem érzed a tavaszi szél illatát, és észre se veszed, amikor elered az eső, és hűs víz esik a homlokodra. Ezek mind a miénk. Eredetileg ez a világ nem jó és nem rossz. Mi tesszük hozzá? Nagyon sok elmélet és mítosz van arról, hogy ez a Föld milyen hely. Egy nagyon ritkán kerül a felszínre az összes mítoszban, hogy ez rajtunk múlik. Teljesen rajtunk múlik. Az ember legnagyobb paradoxona az, hogy egyszerre vagyunk teremtők és teremtettek. Egyszerre teremtjük a világunkat másoknak és magunknak egyaránt, tehát egymásnak. És egyszerre tapasztaljuk ennek a következményét. És amennyire csodálatos a Homo sapiens sapiens, annyira képtelenek vagyunk tanulni belőle, ha megnézed csak az elmúlt pár évezredet, hogy mi mindent ismétlünk, amit nem szeretnénk, de itt van.
körülöttünk és bennünk, közel és távol, a csoportos, a családi, a páros és az egyéni karma szintjén. Mi mindent ismételsz évről évre, nemzedékről nemzedékre, amit nem akarsz? Miért? Miben kell ahhoz hinned, hogy ezt abba hagyd? Milyen életélmény kell ahhoz, hogy végre felnőj és meglásd, hogy ezt mi teremtjük? Ezt mi csináljuk? Nem lehet senkire se rávetíteni, se földön, se égen, se a föld alatt, hogy mi miért vagyunk ilyenek. Miért tesszük ilyenni magunkat, a másik embert és a világot? És ahhoz, hogy végre a gondolkodás elé, ezen teremtés uralmi pozíciójába kerülj, semmi más nem kell, csak ez. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Visszatérsz abba a nem tudom állapotba, ahol nem információ hiány van, hanem teljesség van. Még nem jelent meg a nappal és az éjjel, az igen és a nem, a jó és a rossz. Tehát a teremtés előtti állapotban vagy, és ebből az állapotból tudsz tisztán teremteni, mert ez olyan tiszta, mint a tér, mint a tükör. Minden lehetséges benne, de mindennek látod a következményét. Ezért a pillanat az egyetlen, ahol a jelenléted lehet. A múltba te vágyódhatsz, de az a múlt már elmúlt, és az arról alkotott kép beszennyezi a jelent. Meghatározza az életélményedet. A múltra úgy van szükség, mint ami a jelent tudatosan formálja. Ezt mennyire tudjuk elismerni? Mennyire tudjuk a múltat így felfogni, hogy a jelen formálója, és nem csak valami teher, amit visszünk és múzeumból újra és újra nézünk. A jövő ugyanígy az aggodalmat tárgya, mert nem tudod, hogy az micsoda. Ha előre mész a jövőbe, csak bizonytalansággal találkozol. Nyisd ki egy kicsit az időnek a körzőjét, és menj előre akár egy évet, 5 évet, 10 évet. Mit tudsz ebből? Annyi mindent akarunk tudni, és a jövőről semmit nem tudunk. Tehát egyetlen egy esélyed, hogy ezt a pillanatot felfogod úgy, ahogy van a maga teljességében. És rájöhetsz arra, kellő gyakorlattal, kellő tisztánlátással, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ez a lehetőségünk. És merem mondani, ez a kötelességünk. Miért? Mert mint ember, mint emberi faj, mint emberi jelenség ezen a bolygón, mi vagyunk az egyetlen egy tudatos fajta. Mi mondtuk ki egyedül azt, hogy én. Tehát nekünk van esélyünk ezt a tudatosságot magas szintre emelni, vagy hagyni benne a sárban, a téves nézetek kátrányában, a kapzsiság és harag tüzében. Ebben is tudunk égni és égetni. Ezt szeretnénk. Senki más, még a nálunk intelligensebb lények sem mondták ki magukra reflektálva azt, hogy én. Egyedül mi vagyunk azok, akik kiléptek az Édenkertből, mert más egymásra láttunk, és így magunkra láttunk. És erről képet alkottunk, és elkülönítettük az önképet az önvalónktól. És ezt a különbséget éljük a mai napig. Ez az összes tragédiánk és komédiánknak a gyökere. Ha innen nézed, a karmád már más jelentőséggel bír. Nem csak azzal, hogy te hogy érezd jól magad, hogy kapd meg azt, amit akarsz, és hogy légy azok társaságában, akikben bízol, akiket szeretsz. Jóval többről van szó. Arról van szó, hogy nézd meg a hátizsákodat, amit boldogan, vagy boldogtalanul, izzadva, vagy repesve viszel a saját hátadon. Merd letenni. Kinyitni, és nézd meg, hogy mi van benne. Mindent tovább akarsz vinni? Vagy esetleg ki is raknál belőle pár rossz szokást? Esetleg beleraknál valami új tulajdonságot, amitől érdemesebb lesz azt a hátizsákot vinni, hogy esetleg másnak is jó legyen? Mire vagy hajlandó ezért? Miről vagy hajlandó lemondani azért, hogy haladj az úton?
Ezek mind a fogadalmakban testesülnek meg. Ha te hajlandó vagy bizonyos tulajdonságoktól tartózkodni, bizonyos karmákról lemondani, akkor a fogadalmakat érted. Ezek nem parancsolatok. Ezek az ember felismerés által keletkező vezérfonalai. Mint az Ariadné fonál, ami kivezet a Minotaurus labirintusából, ahol nem egy szörnyeteggel találkozol a labirintus közepén. Az együttérzés és bölcsesség fonalát a fogadalmakból fonják. Nézd meg, hogy az ember mitől fél a legjobban, és mi az első, akár a parancsolatok, nyugat, akár a fogadalmak, kelet között. Mi az, ami közös? Az élet. Fogadom, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Parancsolat, ne ölj. Ez az első. Ez a legfontosabb. És utána jön az emberi kapcsolat, az elköteleződés, a birtoklás, a tudat tisztasága, a beszéd helyessége. Ezeket mind megfogadjuk azért, hogy ne szenvedjünk és ne szenvedtessünk. Évszázadok, évezredek óta tudjuk, hogy mit kell tenni, és nem tesszük. Vagy részben tesszük, vagy tehetnék jobban is, de lemondunk róla. Tehát mit fogadsz meg? Amit megfogadsz, abból lesz az éned. Abból lesz a személyiséged. Fordítva, ha a személyiségedben valami jelen van, ha a hitrendszeredet megnézed, hogy valójában miben hiszel, azt te megfogadtad. Azt valamikor te beemelted magadba, és lecsavaroztad, és rögzítetted, hogy te ebből állj. A személyiséged ebből legyen. Így milyen a kép? Úgyhogy az út az fogadalmak által van szegélyezve, ha akarod, ha nem. Azonosulások, amit követsz, és nem azonosulások, amiket hátrahagysz. És a belső munka pontosan ez. A meditáció nem valami zen wellness program. Szerintem ezt az itt ülők mindnyájan tudják. Tudjátok azt is, hogy a csoki gyár nem édes. Ezt a zen gyakorlat kezdetén szoktuk mondani, hogy ne várd azt, hogy te itt most rögtön jól érezd magad. Te pontosan a lélektudatosság és testtudatosság ösvényén haladsz előre, ezt tesz felnőtté. Ezt tesz igazán emberré. Hogy a gyermek emberből ne csak felnőtt ember legyen, hanem látó is legyen. Ez a látó, ez a pillanat teljes tudatossága kívül és belül. A látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés fizikai szintjein, illetve a gondolkodás, érzelem, beszéd és tett mentális szintjein. Ez elérhető. Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni. Ha tudsz járni, akkor tudsz táncolni. És hogyha tudsz beszélni, akkor tudsz énekelni. Kinek van kérdése? Szeretném megkérdezni, hogy mi a legfontosabb szempont, ha gyereknevelésről van szó? A gyermek. Ez a legfontosabb szempont. Köszönöm. Igazából tanácsot szeretnék kérni tőled. Én az utóbbi másfél évben egy trauma következtében elég komoly spirituális fejlődésen mentem keresztül. Bocsáss meg, minek a következtében? Volt egy traumám. Értem. Egy elhagyás. És ennek következtében elég sok karmámra ráláttam az utóbbi másfél évben, és sokkal tudatosabb vagyok magamra. Viszont egyetlen egy dolog kapcsán falba ütköztem, az pedig az, hogy van egy új párkapcsolatom, és úgy látszik, hogy még mindig képes vagyok a másikat magam elé helyezni. Ez nem rossz egy párkapcsolatban, hidd el. Ezzel mi a baj? Ő nem teszi ugyanezt? Hát azt nem tudom. Dehogy nem. Hát hogy ne tudnád? Csak most nem mondod ki. Hány éve vagytok? Egy éve lesz. Hát az alatt be lehet látni, hogy ha te előre helyezed őt, akkor ez viszonzódik-e? Hogy ő is előre helyezett téged? Hát erre csak rálátsz? Én úgy látom, hogy igen,
Viszont a problémám az az, hogy nem az lenne a legjobb, hogyha saját magam lennék az első az egy párkapcsolatban? Horror. És hogyha akkor másképp mondom, észrevettem, hogy elhanyagolom magam ennek rovására. Bizony senkit nem tettél előtérbe, se őt, se magadat. Tehát azért tartjuk magunkat fitten és jó állapotban, hogy a másiknak is és magunknak is öröme teljék ebben. Viszont ugye érzem, hogy kevesebbet is járok jogára, stb. És az életminőségem megromlott egy kicsit. Jogázni nagyon kell. És az életminőségét a tudatminőség adja. De ezt nem szabad elhanyagolni. Tehát itt már másról van szó, hogy magadat előre vagy magadat hátra. Miért? Mert egy párkapcsolatban vagy. Ha te egyedül vagy, meg a kutyád és a világ, akkor te vagy elől és mögötted a kutyád. És kész. Egy párkapcsolat az más. Amikor azt a hangot hallod, hogy mindig én vagyok az első, az borzalmas. Mindig te vagy az első, az is borzalmas. A mindig miatt. Nem azért, mert első vagy te vagy én. Mikor vagy te az első? Mikor vagyok én az első? Ha be kell menni egy étterembe, én vagyok az első. Be kell menni egy üzletbe, te vagy az első. Érted? Tehát ezek azért fontosak, mert a mindig, az abszolút érvény, az mérgezi meg. Mert nem vagyok hajlandó felismerni, hogy most, ebben a helyzetben a kapcsolat az, hogy én fogom a golyót, én fogom a kést, én védelek. Én megyek előre. Egy nehéz ösvényen én megyek előre. Ahol kényelem, udvariasság, hölgyek ki az elsőbség, ott a nő megy előre. Jó? Megbocsátasz még annyit, hogy... Hát nehezen. Én nehezen, mondjad. Nekem másfél éve ebből adódott ez a traumám, hogy elveszítettem egy olyan embert, aki ugye a legfontosabb volt számomra, és ezért teljesen, hát összetört az egóm, hogyha lehet így fogalmazni. És ezt szeretném ugye elkerülni ezzel, hogy... Az egód és a lelked azonos vagy különböző? Különböző. Helyes. Ha az egód összetört, az rendben van. A lélek... az bírja ki. Köszönöm. A tudatosság a különbség. Az egoitás az a teljes vakság. A tudatosság az egy nagyon élénk lélek állapot. Én is keresztül mentem, hát közel fél éve egy nagyon-nagyon komoly gyászfolyamaton, és olyan, mint egy láthatatlan, mélyhangú zengés, ami végigmegy rajtad, egy ilyen szomorúság, veszteség szimfónia. Ha te elmével belenyúlsz, vagy üvöltesz, vagy sírsz, vagy toporzékolsz, vagy pörölsz, vagy haragszol, de ez már az elmének a gyártmánya. Engedd a gyász folyamatot, a veszteséget úgy megjelenni a lélekben, ahogy az van. Ne akart szépíteni, ne küzdj ellene, lásd úgy, ahogy van. És ez a látás lesz az, ami a megszabadulást úgy segíti elő, hogy nem nyomja el a lélek tartalmat. Nem rövidíti, vagy hosszabbítja meg a gyász folyamatot, vagy a veszteség érzetét. A természetben mindennek megvan a maga ideje. Amikor ősz van, a fák nem gyászolnak, csak elhullatják a leveleiket, hogy lombhullatók. Tavasszal minden örömünnep nélkül kirügyeznek. Májusfát az ember állít, a fák csak kirügyeznek. És ez teljes természetességgel teszik. És bizony a mi életünkben is van születés és halál. Másoké és a miénk. Keletkezés és megszűnés. Ez ennek a Földnek a törvénye, a jelenségvilág működése. Feltételek között születünk, feltételek fennmaradása mellett élünk, és a feltételek megszűnésével meghalunk. Ha ezzel te meg tudsz békélni, akkor a gyász folyamat természetes lesz, mert egy szeretett kapcsolat fáj, hogyha elvész. Ha nem fáj, akkor nem szeretted. Tehát a kötődés, amire az emberek elképesztő igénye van, ha túl szoros, akkor fogság. Ha nincs, akkor magány. És innentől kezdve dolgod van, hogy elismerd, megköszönd azt, ami volt, és a veszteség elkerülhetetlenül bekövetkezett, meghajolsz előtte, és azt mondod, hogy ő ment, én maradtam. E világ kapujánál állva útjára bocsátom az eltávozottat. Ez a mondat a halotti szertartásunkból van.
Azért van halotti szertartás, hogy ezeket a lélek teljesen átélje. Tehát nézd meg, hogy a beszéd és a tény, a valóság és az idea hol tud egyesülni. Nagyon-nagyon jeles alkalmaknak kell lennie ehhez. Az esküvés miért fontos, ha már fogadalmakról beszélünk? Mert ez az, amikor te 100%-osan országvilág emberek előtt kijelented, hogy te 100%-osnak gondolod, és így is éled, és végig is hegeszted, ez az elkötelezettség. A halotti szertartás ennek a fordítottja. Tört valami, eltávozott valaki, nincs már velünk. És tudomásul kell venni a veszteséget, ami olyan, mint hogyha egy ilyen 1000 csápú szeretett polipot kihúznának a szívedből. És hogyha ezt nem nedvesíted meg könnyekkel, akkor tépődik, szakad, ég. És hogyha az ember nem ismeri el ezt a gyászfolyamatot, könnyekkel vagy anélkül, akkor benne maradnak olyan karmák, amiknek az eltávozottal együtt kellett volna elmenniük, de nem mentek el, mert ragaszkodtunk a képéhez, ragaszkodtunk az emlékéhez, azt akartuk, hogy visszajöjjön, holott már itt hagyta a testét. Tehát az ezekkel való szembenézés, a trauma nem gyöngítése, hanem tudatosítása, ez egy nagyon komoly emberi felnövekvés. Hogy a felnőtt emberből látó ember is legyen. Ezt nem kerülhetjük el. Ha el akarjuk kerülni, ha gyengíteni akarjuk, magunkat gyengítjük le. Mi nem leszünk elég erősek. És ha legyengítem magam, akkor le akarom gyengíteni a környezetet is. És azt várom, hogy sajnáljanak, hogy kíméljenek. Úgyhogy minden együttérzésem a veszteség miatt, és minden reményem az, hogy el tudod érni azt a jelenlétet, amely már meggyászolt azt, aki elment, és azzal foglalkozik, aki itt az életében van. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Két ember találkozik, ami nem véletlen, így hogy mondom. Az egyik spirituálisan valamiféle magasabb szinten van, a másik alacsonyabb szinten van. De mindenképpen, aki magasabb szinten van, az tudja, hogy nem véletlen a találkozás. Na most ez a különbség hogyan tudja az egyik húzni a másikat, és hát a másik esetleg valamiféle módon, hát ha visszatartja, mert még ő nem látja azokat a dolgokat. Tehát nem konkrétumban beszélek, csak így elvekben. Én sem fogok konkrétumról beszélni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A fizikában van egy olyan mondás, hogy a végtelenek korrumpálják az egyenletet. Ez azt jelenti, hogy ha általánosságokból tevődik össze a kérdés, akkor lehetetlen rá válaszolni úgy, hogy az érjen valamit. Egyéb kérdés? Hol van az ölés határa? Tehát a szervezetünk minden percben megöl egy csomó mikróbát, egyebeket. Megöletjük a legyet, nem sajnáljuk. Talán még az egeret sem. Tehát hol az a határ, amíg elfogadjuk, hogy ölünk, és hol van az, amikor már nem. Jó. És miért? Amiért, azt hagyjuk. Oké. Okay. Jó. Maradjunk ott, hogyha ismerjük az élet természetét, akkor azt is tudjuk, hogy életet adunk-e, tartunk-e, vagy ölünk. Tehát az élet azt jelenti, hogy egy test és egy lélek találkozik. Kötést hoz létre, és egy világban jelen van és működik. Tehát a létnek négy nagy állomása van. Kezdjük a születésnél, mert általában ezt látjuk. Test és lélek találkozik, úgyhogy még csak itt nagyon picike kis sejtenyészet. Egyelőre kettő, egy Ádám sejt, meg egy Éva sejt, egy boldog pillanatban. És ő, mint emberi lény, pont ebbe a kis energiakürtőbe belelép, és megállapodik a sejtenyészetnél, hogy ez az én anyaméhem, én idejövök. Így indul az élet. Eltelik 9-9,5 hónap, hatalmas
óriási fejlődés a pocakban, és egyszer csak megszületik. Itt véget ér a születésnek a köztes állapota, mert megszületett, köldökzsinór elvágva. Ettől a pillanattól kezdve végleges a kötés a test és a lélek között, ami a születést illeti, tehát életben van. Azelőtt is volt kötés, de ez egy magzati élet volt, ez pedig már egy individuális emberi élet. Ahogy mondom, mind a két állapotban megvan a kötés, csak az egyik egy teljes függésben, anyától és környezetétől, a másik egy részleges, már kevésbé szoros függésben, aztán az érzelmi köldökzsinór is elvágatik, a mentális köldökzsinór is elvágatik, és az ember éli a saját életét. Amíg egy lélek információcsomag testben van, addig neki azzal a testtel dolga van, ha te erőszakkal elválasztod ezt a kettőt, ha megszakítod ezt a folyamatot, akkor öltél. Na most itt ez a föld, ha megnézed, ez nem egy felhasználó barát hely. Tehát mindenképpen legalább répát kell fogyasztanod, hogy te életben maradj. Valamilyen zöldséget biztos attól a zöldség tudatosságtól, ami megmondta a sejteknek, hogy legyen szíves, legyen répa, petrezselyem, hagyma, patisszon, padlizsán, zöldborsó, ezek mind különböző információ csomagok vagy mezők. És ezeknek az anyagiasulása, az anyagi világban való érzékszervi megjelenése a növény. Tehát addig, amíg te az utolsó zöldborsót ki nem írtottad a földről, addig az szépen újra tud termelődni, nincs individuális tudata. Tehát a hagyományban a növény nem számított úgy élőnek, mint az állat, vagy az ember. És az állat és az ember között pont ez az énség egy magasabb tudatszint jelenti az óriási különbséget. És az alapszabály az, hogy mivel élnünk kell, és más élőlényeket fogyasztunk el, ezért minél alacsonyabb tudatszintről vedd el az életet, ahhoz, hogy te élj, és minél magasabb tudatszintet gyártsál belőle, te magad. És akkor ebbe minden belefér. És megvan az irány, minél kevesebbet árts, minél kevesebb életet vegyél el, és minél magasabb szintű tudatosságot érjél el belőle. És hogyha ez így van, akkor nem fogod megszakítani magasan fejlett organizmusok életfolyamatait. Nem fogsz lerombolni ökoszisztémákat, nem fogjuk tönkretenni a bolygót, mert elég közel állunk hozzá. Mielőtt a másik kérdésre térnék, azért a rendkedvére elmondom, hogy ne maradjak adós, a négy köztes állapot másik kettőjét. A születéssel és az élettel nagyon szeretünk barátkozni, viszont a halállal és a testen kívüli állapottal nem vagyunk jóban. Pedig ha megnézed, a halál nélkül nincs élet. És gondold el, ha megszületnél, de nem halnál meg, és évezredeken keresztül te itt lennél. Jó lenne? Nagyon fiatalon mondhatod csak rá, hogy igen, igen, nekem ez nagyon sokáig kell, és én nem akarok innen elmenni, és ez így jó, ahogy van. Hát, ha éltél eleget, akkor nem fogsz szánakozni attól, hogy egyszer ezt a porhüvelyt hátrahagyod, és elindul a haldoklás folyamata, röviden vagy hosszan, az most mellékes. Ekkor kezd el a lélek természetesen leválni a testről. Miért? Mert befejezte a dolgát. Befejezte az inkarnációs célját. És nagyon sokszor látod azt, hogy akik befejezték, még egy ideig itt vannak. Miért? Már nem magukért, másokért. Már az ükunokákért, a dédunokákért. És csak szeretetből vannak összerakva. És már semmit nem akarnak. De nem vegetálnak. Nagyon egyszerű életet élnek, és ez a szeretet kapcsolat tartja őket itt. Aztán már ez sem lesz elég. És szépen huny ki a lélek energiája, amivel a testhez kötődik, és elindul a test hátrahagyásának a folyamat. Ezt haldoklásnak mondják, de nagyon sok rossz asszociáció kötődik ehhez, ezért inkább ezt nem is használom. Ahogy a halált sem, nem tudjuk, hogy mi az. Azért félünk tőle, mert a szenvedést, a veszteséget, a fájdalmat és a halált egy dobozban tartjuk, jó, keményen összekeverve. És ezt csomómentesen soha nem lehet elkeverni. Nézd meg! A fogorvos fáj, de szenvedsz?
Ha azonosulsz a fájdalommal, akkor igen. De ha tudod, hogy a fogorvos segít neked, akkor a fájdalom csak fájdalom. Tehát belül te nem vagy dühös a fogorvosra, holott fáj, még injekcióval, mindennel együtt is tud. A szenvedés nem mindig fájdalmas. Néha teljesen jól vagyunk fizikailag. Senki nem bán, de olyan szenvedés van belőle, hogy a szíved meg akar szakadni. A veszteség az néha fantasztikus tud lenni. Olyan érzés a veszteség, mint amikor egy nagyon rég rohadó kukát végre ki tudtál üríteni. Van olyan hely, hogy hetente egyszer jár a szemetes. Van olyan élet, hogy évente egyszer tudsz tényleg üríteni. Van olyan tudat, ami évek alatt nem ürül ki, és hordjuk a saját szemetünket, és egyszer csak jön az, amit eleinte veszteségnek érzel, de Úristen, megkönnyebbülés volt. Aztán válasz egy újabb terhet, hogy ne unatkozz. De a halál, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ezzel ne tessék azonosítani, a fájdalom, a szenvedés, a veszteség és a halál, ez nem ugyanaz. Amíg nem látod ezeket a maguk tisztaságában, addig hatalmas átfedések, sőt, óriási azonosulások vannak, de nem ugyanaz. Nézz a mélyére, tekints rá, kérdezz rá, ne nekem higgy, a tisztánlátásodnak higgy, és amilyen tisztán látsz, annyiban hihetsz. Oké? Okay? És amikor tényleg elszakad már a lélek a testtől, és nincs visszaút, akkor indul el a testetlenség állapot, amikor a lélek testetlen állapotban van, különböző fázisokon megy keresztül, és utána egy újabb testet vesz föl, és így áll össze a köztes lét négy állapota. A kettő relatíve hosszabb, a testben lét és a testen kívüli lét, és a két rövidebb, a leszálló, tehát megtestesülő, illetve a felszálló, a testet hátrahagyó. Így már egy kicsit egészebb a világ, remélem. Hogyha nincs akadály a tudatodban, akkor nincs félelmed egyik állapottól sem. Az ember elképesztően tud félni az élettől. Nagyon. Azt hiszed, hogy a haláltól félsz? Az élettől félsz. A bajtól, a konfliktustól, a rendezetlenségtől, minden olyan bizonytalanságtól félsz, amire és akire nem tudsz támaszkodni. És ebből a félelemből születnek a legrosszabb döntések. Nézd meg, hogy félelemteli gondolatokkal mit gondolsz, félelemteli érzelmekkel mit érzel és éreztetsz, félelemteli állapotban miket mondasz és miket vagy képes elhinni, amikor mások mondják. És ha félsz, akkor milyen tettekre ragadtatod magadat, és mit tűrsz el a másiktól, hogy a félelem állapotában megtegyen veled? Nézz erre rá, és amíg félelem van, addig akadály van. És amikor az akadályt elmozdítottad, eltűnik a félelem is. Az, hogy óvatos vagy, hogy el akarsz kerülni bizonyos dolgokat, ez rendben van. Nem akarunk szándékosan szenvedni és szenvedtetni. De a félelem, az a jeges, az a savas, az a remegő, az a teljesen szétszedő, ez más. Ebben nincs bölcsesség, nincs tapasztalat, csak egy borzalom van. Az a menekülés, hogy nem mersz önmagad lenni, hogy nem mered felvállalni azt, aki vagy. Nem mersz változni, nem mersz változtatni, és így nem mersz élni sem. Na, ettől a félelemtől meg lehet szabadulni. Egyéb kérdés? Sokszor használod azt a szót, hogy lélek, és tulajdonképpen nem értem, hogy kifejtenéd, hogy akkor mire gondolsz, vagy neked mit jelent ez a szó, amikor használod, vagy elme például. Örömhírem van. Köszönöm. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ez a lélek, ez mi lehet. Amíg válaszolok, hadd lássam az arcodat, jó? Köszönöm. Ugyanis a keleti tanok iránti érdeklődésem egyik nagy motivuma az volt, hogy Siheder koromban nagyon sok könyvet elolvastam, és az európai filozófia, tudomány, vallás, pszichológia minden egyes nagy alakja valahogy máshogy határozta meg, hogy mi a lélek.
hogy van-e hozzá szellem, hogy azonos-e az elmével, vagy sem, hogy újra születik-e, vagy sem, tud-e újjászületni ebben a testben, vagy sem. Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket a nyugat rendszer szinten, működés szinten, tapasztalati alapon nem válaszolt meg. A kelet viszont teljesen normálisan tapasztalati alapon ezt nemhogy tudja, műveli is, és át is adja. Tehát én a Mahayana buddhizmus lélekfogalmával foglak megismertetni, és úgy egyébként elmondom, hogy az Advaita Vedanta indiai bölcsessége 99%-ig megegyező lélekfogalommal dolgozik, csak a fogalmak mások és az apró finom nüanszok mások. Tehát amikor a lélekről beszélünk, akkor képzelj el egy olyan karma csomót, ami összeállt. Ezt a karma csomót egy tábortűz formájában képzeld el, hogyha a fát összetolod és begyújtod, hatalmas lánggal ég. Hogyha kiebb húzod a fát, kicsit a tüzelő eltávolodik így egymástól, akkor parázslik, és hogyha nagyon-nagyon széttagolod, akkor kihúny. És ennek a léleknek nagyon érdekes tápláléka van. Ez a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés. Ez az első öt tudatszint, amihez test kell. A hatos az a fogalomalkotás, a hetes az az ítéletalkotás, megkülönböztetés, én csinálás, ahol a dualitások kialakulnak, a nyolcas pedig a tudat, a tárház tudat. Na most az, ami ezt látja, az nem számozott. És a lélek, mint szoftver, az időtlen idők óta keletkezik és elmúlik, mint jelenség, de mint lényeg nem változik. A jelenségek szintjén, az előbb említett karmák szintjén változik, de az a lényeg, ami nem név és nem forma, nem énség, nem istenség, az nem változik. Buddha Sákyamuni, amikor az éntelenség tanát, az anátmant tanította, pont ennek a lényegnek a nem én jellegét tanította, és ezért helytelenül a nyugat úgy fordította a zen buddhista és egyéb mahajána buddhista tanokat, a téravádáról nem is beszélve, hogy a buddhizmusnak nincs lélekfogalma. Ez nem így van. Ez úgy van, hogy a lélek lényege nem köthető névhez, formához, térhez és időhöz, és erre a magra rakódik rá mindaz, amit mi személyiségként élünk meg. Ez a tábortűz. De a szikra az nem a fában van. A szikra az nem a fűben, a gyújtósban, a bokorban van. A szikra az jön, és az begyújtja ezt az egészet. Tehát amikor a lélek testet kap, akkor a szoftver és a hardware találkozik. De az önvalód az az operátor. Oké? Okay? Az elméd az a léleknek a része, ez a gondolkodó, analitikus, emlékező valami, ez az 6-os, 7-es, 8-as tudatrésznek az egyik vonulata. De hát azért vannak bennünk paradoxonok, vannak bennünk érzelmi komplexusok, van egy csomó minden, ami az elme tevékenységhez köthető, de nem onnan eredt. Az elme max módosítja. Amikor tapasztalod ezt, ami nem lélek és nem test, hanem csak az a valami, ami látja mind a kettőt, akkor tudod meghaladni az életet és a halált. Akkor ülsz tényleg az operátor székében, és nem azonosulsz sem a szoftverrel, sem a hardverrel. Ez a megszabadulás útja. Nem a lelketlenség vagy a testetlenség útja, hanem a lélek és a test teremtett mi voltának a belátása, és a teremtő állapot tudatos felvétele. Ez az a szabadság, amelyhez egyenlő arányban párosul felelősség is. Ez nem egy gyermekes felelőtlenség élmény, még csak nem is önfeledtség élmény, hanem ebben az öntudatban nincs én. Ebben a szabadságban nincs felelőtlenség. Ebben a felelősségvállalásban maximális szabadság van. Tehát amikor az önvalódat keresed, akkor nem valamit kapsz, és nem is valamit veszítesz el, hanem végre tudatában vagy mindennek. És a lélek ennek a tudatosságnak a része.
Ez a nagy kozmikus tudatosság a szanszkrit nyelven a Brahman, a legfelsőbb Brahman, és ennek a lényege az átma Brahman, az a lényegiség, amiből minden keletkezett. Szanszkritul a jiva, az érző lény, ennek az átma Brahmannak a kiáradása. Ezt azért mondom, hogy valamilyen képet alkos róla, a zen nem használ ilyen képalkotást, de az Advaita Vedanta, az indiai bölcselet az igen. Ez nagyon szemléletes. Tehát mint kis cseppek az óceánból kiáradtunk, felhők lettünk, esők leszünk, és visszaesünk szépen az óceánba, megint megsüt a napfény, megint elpárolgunk, megint felhő, megint eső, megint vissza az óceánba. Ez a vízkörforgás hasonlítható az élet és halál körforgásához. Ez a koncepciók szintjén nem helytelen. De ami most számodra, mint megértés, mint modell ezek alapján, ez nem helyettesíthető be a valós tapasztalás helyére. Ez csak irányt mutat, de nem helyettesíti azt a meditációs munkát, aminek az elvégzésével tényleg megéled azt, hogy a csepp visszatér az óceánba, és így az óceánná válik. Miért? Mert akkor, ebben a pontban nincs gondolkodás. Tehát nincs óceán sem, csepp sem, eső sem, felhő sem. De van valami, amit nem lehet szavakba foglalni, csak esetleg hasonlatokkal, némi intuitív szikrával valami fényt lehet rávetni. Erre teszünk most kísérletet. Tehát a lélek az egy állandótlan, önmagától nem létező valami, a lényege viszont teljesen más. És a léleknek az összes tartalma cserélhető, de a léte az nem vehető el. Tehát minden, amit te karmaként, énségként viszel magaddal, az első nullától az utolsó egyig minden cserélhető benne, az összes gondolatod, érzelmed, beszéded, emléked, minden. De a léte az nem szüntethető meg. Ez az érdekes. Úgyhogy szabad is vagy, meg kötött is vagy egyszerre. Melyiket szereted? Az elmúlt időszakban megtanultam többek között tőled is, hogy sorsszerű életet akkor élünk, hogyha ezt hagyjuk. Viszont a kérdésem az az, hogy vannak-e olyan történések, amit a lélek megszületéskor úgymond kiválaszt, hogy ő egy ilyesmit szeretne megtapasztalni, hogy megfejlődje vagy sem. Azt már a születés előtt kiválasztotta. A születés folyamán lát belőle klipeket. De a választás az nem az elméből származik. Nem olyan, hogy születés előtt bemész egy ilyen spirituális shopping centerbe, és azt mondod, hogy na, akkor én most a tinédzserkor polcáról ezt kérem, a felnőtt koráról azt, egy kis üveg visszaváltás a sarokban, azt nem kérem, ilyen nincs. Az a jó hírem, hogy a mostani életed karmáját is most teremted, és a következő életed karmáját is most teremted, és hogyha rám hallgatsz, akkor a múltadból nagyon kevésre támaszkodsz. Nagyon kevésre. Köszönöm. Szívesen. Két kérdésem lenne. Az első az, hogy hogyan tudjuk megtörni a visszatérő karmát, ami szenvedted. Tehát... Tedd le a telefont. Ja, csak. Így tudod megtörni a visszatérő karmát. Nagyon régóta nézed, és most ez megszűnt. Következő kérdés. A második kérdésem az az lenne, hogyha észrevesszük azt, hogy... Tehát valaki tudatlanságból szenvedtett minket. Tehát valami valami miatt vádol minket, és kérszámol minket, ami igazából az ő saját lelkiségét piszkálja és zavarja. Uh-huh. És hogyha mi ezt felismerjük, de viszont nem tudjuk éreztetni ezt a másikkal, ezt a felismerést, ezt a folyamatot, akkor helyese lehet a megbocsátás, vagy pedig tovább kell lépni az embernek. Van úgy, hogy a legjobb felismertetés, tudatosítás az, hogy megbocsátasz, mert másképp nem jön rá.
addig ismétli a karmát, amíg belé tud akaszkodni, amíg belőled bármiféle pozitív vagy negatív reakciót kivált. De a megbocsátás az nem azért szép, mert valaki azt mondta. A megbocsátás azért szép, mert leválasztódsz arról a karmáról, amit a másik állandóan rád vetít. Tehát azon nyomban meg kell bocsátani, és látni, hogy valójában nem tudja, hogy mit csinál, te tudod. Amíg reagálsz rá, addig táplálod energiával, és addig vissza is tér. Amikor már nem reagálsz, és nem táplálod energiával, akkor nem fog visszatérni. Viszont minden ilyen egy nagyobb kapcsolatnak a része. Nem pusztán ebből áll a dolog, hogy téged megsértenek, és te megbocsátasz. Egy kapcsolat jóval teltebb ennél, jóval több eleme van. Az igazi kérdés az, hogy mire van szükség a kapcsolat egészének a jó működéséhez. És ezért néha még hagyjuk a másikat is, hogy egy kicsit hibázzon. Nyugodtan, kicsikét menjen még jobban bele, lovalja bele magát még jobban. De azzal már nem azonosulsz a kezdetétől fogva, még akkor is, hogyha a szívednek egy kicsit fáj. És amikor már elég hibát elkövetett, akkor tudatosítod, és meg is bocsátod egyszerre. Azért kell egyszerre csinálni, mert ha tudatosítod és nem bocsátod meg, akkor viszont visszacsap rád. Abban, hogy neked igazad van, te ezt jobban tudod, még annál is jobban tudod, jobban látod, sőt uralod, a másik pedig ott van lent, mert ő csak most tudta meg. Nem lehet. Mérgező. Tehát akkor ismétlődik egy karma, ha ismétled. Ehhez két dolog kell. Energia és információ. Az energia az, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, és a többi. Az információ az az azonosulás, hogy ez én vagyok, nekem ez kell, én ezt akarom csinálni. Tehát nagyon egyszerű, nézd meg, hogy mit ütöttél be a naviba, az az információ, arra mész. Az energia, minden, ami az autóban és benned van, ez az energia. De az, hogy te milyen irányban hiszel, az ott van a naviban benne. Te ütötted be, és te követed. Tehát ismétlődik a karma, ha ismétled, és nem ismétlődik, hogyha minden energiát és minden információt kivontál belőle. Viszont mi emberek társas lények vagyunk. Van egyéni, páros, családi és csoportos karmánk. Nem tudunk bizonyos szintű ismétlések nélkül élni. Ha párkapcsolatban élsz, akkor valakivel alszol minden nap, remélhetőleg ugyanazzal, és így a párkapcsolat a hűség alapján van. És ugyanúgy felkelsz valaki mellől, ugye? Ezek az ismétlődések a nap minden szakában valamilyen módon jelen vannak. Mivel töltöd föl ezt? Milyen beszéddel? Miért? Mert holnap is ő lesz, holnap után is ő lesz. Ő fogja hallani, amit te mondasz, és te fogod hallani, amit ő mond. Egy hét múlva, egy hónap múlva, ha komolyan veszitek, sok-sok év múlva. Mivel akarod a teret megtölteni? Milyen karmát akarsz a lélekbe integrálni? És ez határozza meg az ismétlődést. Amit akarsz, azt ismételd. Amit nem akarsz, azt ne ismételd. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt honnan tudhatom meg, hogy megvilágosodtam? Sehonnan. Honnan tudod, hogy valami keresnivalód van az úton, hogy a tanítód egyre több terhet rak rád? Jó kérdés. A megvilágosodás az egyik elmebetegség forma, ettől tartózkodjunk. A meg nem világosodás a másik, attól is tartózkodjunk. Köszönöm. Egyszerű volt a válasz, mint a kérdés. Elég volt? Elég. Jól van akkor. Örülök. Köszönöm. Említettél egy fogalmat, ez pedig a remény fogalma. Hova helyeznéd ezt a fogalmat úgy, hogy ez helyén vagy rendjén kezeljük ezt az életünkben? A gyermeki könyvespolcnak az elejére. Uh-huh. Nagyon sokat kell remélni egy gyereknek, és mi tápláljuk is a reményt, hogy fölnőjön. Csak említetted az egyik válaszodban, és kíváncsi így voltam, van. Hogy hova segédfogalom. Helyezni. Segédfogalom. Értem. Fontos. Rendben, köszönöm. Ez gyors volt.
Reményre szükség van, de nem infantilis alapon, és nem úgy, hogy a reménynek a túloldalán ott a félelem. Tehát az nem igazi remény, ami mögött ott a fő, Úristen, mi történik, hogyha nem teljesül be, de én remélem. Nem. Tehát mit akarsz? Kiért akarod? Magadért? Másokért? Ez már felnőtt. És nem reménykedni vagy félni kell, meg kell ismerni a világ működését, beleértve a másik emberét. Oké? Okay? Ha megismerted, akkor nem remélsz, nem félsz, azt teszed, ami mindkettőtöknek, mindannyiunknak a legjobb. És így remény és félelem nélkül tudunk magasrendű dolgokat létrehozni, magas szintű életet élni. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Miért nehéz az embereknek elköteleződni? Miért nehéz egy csoporthoz, egy egységhez tartozni? Vagy ha elköteleződtek, akkor miért nem? Miért viszik nehezen ezt a munkát, ezt a folyamatot? Azért, mert rengeteg kompromisszummal és önfeladással jár, és az emberek nem látják, hogy ebből mennyi nyereségük származik. Tehát azt látod, hogy követni kell valamilyen rendet, be kell tartani valamilyen szabályrendszert, harmonizálni kell más emberekkel, félre kell tenni a véleményeidet. Ezek mind-mind olyan dolgok, hogyha te egyedül vagy a természetben, vagy csak úgy családdal, barátokkal, mintha ezt nem kéne megcsinálni. Meg kell, sőt, családi életre, meg párkapcsolat, és javaslom csak így gyöngéden, hogy a véleményeidet tedd félre, az annyira jó, hogy ilyen üdítő tud lenni, mert akkor nyugalom van. Hidd el. Ha meg nincs nyugalom, akkor valaki bedobta az énjét nagyon a lábas közepébe, serceg is. Tehát egy csoportban nem a vérségi kötelékek dominálnak, hanem a szerződés, a konvenció, a szabályrendszer, az értékrend. De ha hiszed, hanem mindannyian élünk egy csoportban, ezt úgy hívjuk, hogy magyarság. Mindenki magyarnak született ebben a teremben. Tehát távoli vérségi kapcsolataink ugyan lehetnek, de ez ugye negyed, ötöd íziglentől annyira távoli, hogy nem családi köteléknek érzed, hanem társadalmi kapcsolatnak. És ez már konvenció alapú, kulturális alapú, szerződéses alkotmány, vagy alaptörvény, polgárjog. Ha valaki rosszul szerződik, akkor büntetőjog. Tehát ezek mind szerződésformák. Ezen az alapon élünk együtt. Ennek kéne mondjuk az etikát és a moralitást kicsit beszabályozni. Manapság elég döcögősen megy, hogyha megfigyeled. Tehát azért félünk a csoporttól, mert ugyan tartozni szeretnénk valami nagyobb egészbe, de az önfeladással jár. Kérdés. Tudom-e, hogy kivé válok a csoportban? Hogy az önfeladás nyomán mi lesz velem? Ez egy jogos kérdés. Meg kell nézni, hogy akik 20 éve ott vannak, azok, ami történt. Megvan-e mind a két fülük, és hallanak-e vele? Jó? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Föl lehet-e dobni a zennel a szexet? Föl lehet-e dobni a zennel a szexet? Igen. Az élet minden területén az önzés eléggé rövidtávú, és nagyon gyorsan megmutatja a korlátait, de az ágyban mutatja meg a leghamarabb. Tehát úgy vigyázzunk, hogy amikor a test mesztelen, akkor a léleknek is annak kéne lennie. Mert ha nem, akkor csak állatok találkoztak. Tehát az egyéválás, a tudat, a lélek és a test szintjén, ezt nevezhetjük zennek, de valójában nem kell hozzá név, ehhez kell két ember. És ahhoz, hogy teljesen egyéváljanak, ahhoz az ego falainak le kell omlaniuk. És manapság ez nehezen megy. Szétgondolkodjuk még a legintimebb pillanatot is. Az érintés közben máson jár az agyunk. Nem ott van a szívünk, ahol az eszünk. És ez a baj. Ezért érzed néha értéktelennek azt a pillanatot, aminek a legértékesebbnek kéne lennie,
Mert nincs jelenlét. Ha nincs jelenlét, akkor nincs figyelem. Ha nincs figyelem, nincs szeretet. Ha nincs szeretet, akkor szerelem sincs. Tehát, hogyha ezt jól csinálod, akkor minden egyes énalkotót, egómorzsát kisöpörsz a családi asztalról, azért, hogy ez az egyéválás meglegyen. Oké? És akkor ezt lehet fizikailag, lelkileg, tudatilag. A tudati egyéválásnál már nem kell semmiféle érintés, még beszéd sem. A lelki testénél igen. És én azt érzem, hogy mind a kettőt tudnunk kell, ahhoz, hogy megértsük a másik embert, és megtapasztaljuk ezt az életet. Ha nem tudunk tudatilag egyéválni, akkor az énség fala mindig ott lesz, ha vékony, ha vastag, ha átlátszó, ha sötét, akkor is. Ha pedig a testi-lelki egyéválást nem tapasztaljuk meg bizonyos mértékig, akkor a földi életet nem értettük meg. Akkor valójában nem voltunk itt. Úgyhogy akármennyire is vidám néha az élet, nem játék. Ne játsszuk el. Egyetlen pillanatát sem. Utolsó kérdés. Párkapcsolatban élek már 3 éve. Azonban hónapokkal ezelőtt meghoztam egy elég komoly döntést. És egyéb okokból, törésekből kifolyólag. Kéz- és lábtörés? Nem. A kapcsolatban lévő törés. A kapcsolati törés. Igen. Ugye? Folytasd. És azonban a rövidebb ideje tapasztaltam egy minimális helyzetnyi változást a párommal kapcsolatban, amit tudom, hogy ez csak pillanatnyi, viszont emiatt bűntudatot érzek a komoly döntésem miatt, ami egy külön költözés. És nyilván még nem tud róla, ezért félek, hogy bántani fogom, pedig tudom, hogy ez egy normális folyamat, hogy a különválás, és ezt szeretném megkérdezni, hogy mit tanácsolna ezzel kapcsolatban. Hogy tudnám elfogadni önmagamban, hogy ez egy normális folyamat? Nem lenne fair és tisztességes részemről olyan választ adni, amit a párod még nem tud. Tehát, hogyha helyes módon szeretnék itt eljárni, akkor a párod jelenlétében adnám meg ezt a választ neked. Ő itt van? Nincs. Akkor erre a kérdésre most jó szívvel nem tudok válaszolni. És szerintem már érted is, hogy miért. Kezedbe adnék valami olyasmit, ami az ő kezében nem lenne meg. És én ezt az egyensúlytalanságot azért nem hozom létre, mert minden párkapcsolat érték. Minden nő és férfi, amikor szövetségre lép, legyen akármilyen szintű formális vagy informális, akkor van valami fantasztikus közöttük, ami csak az övék. Ha töréseken, traumákon keresztül, akkor is. Az a kettőtöké. És én ebben nem szólok most úgy bele, hogy ő azt érezhesse, hogy én a háta mögött mondtam valamit. Hogy nélküle kaptál olyasmit, amit felhasználhatsz, szerinted érte, de ő érezheti úgy, hogy ellene. Jó? Értem, köszönöm szépen. Szívesen. Gyermekkorunk óta, óvodától kezdve iskolát keresztül idomítanak különböző módon. Hogy keressük az önvalónkat? Nézd meg, mint értéket. Nézd meg, hogy mi az, ami idomítható benned, és mi az, ami nem. Gyerekkorban ezt még nem tudjuk. De felnőtt korban igen. Igen, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy különböző állarcokat pakolnak ránk, viselkedésmódokat. Bizonyám. És amennyiben nem válunk tudatossá, és nem döntünk, hogy ezt elfogadjuk, azt pedig nem fogadjuk el, akkor bizony ezen idomítás vagy kondicionálás áldozataivá tudunk válni, úgyhogy ez később belőlünk elkövetőt farag. Egyszer csak azt mondjuk, hogy nem, és felrúgjuk az egészet. De amellett, hogy egy pártól külön lehet költözni,
A bolygóról nem lehet úgy elköltözni, hogy te életben maradj. Ezt azért mondom, mert a Buddhának nagyon fontos tanítása az, hogy feltételhez kötött életet élünk. A másik a mulandóság, és a harmadik a tökéletlenség, vagy minőség nélküliség. Tehát visszatérve a feltételhez kötöttséghez, ha ezt a saját szemeddel ismered föl, akkor valamilyen szintig irányíthatod a saját életedet. Ha nem, akkor a feltételeket mások szabják, és ezen keresztül idomítanak vagy kondicionálnak téged. De ez csak azért van, mert te nem ismerted föl azt, amit ők. Amit a téged idomítóknak mondó személyek már fölismertek, sőt használnak. Ezért a tudás hatalom, de a látás az még nagyobb. Tehát mennyire látod azt, hogy te ki vagy? Mennyire tudod alakítani azt, hogy ki legyél? Ilyen mértékben tudsz a kondicionáltságtól megszabadulni. Manapság ugyan elképesztően meghatározott világot élünk kívül. Nézd meg az infrastruktúrát, nézd meg a társadalom működését, az általunk alkotott rendszerek működését, legyen az anyagi, mentális, bármiféle rendszer, hogy te, mint egyén kívül érdemben változást nem tudsz hozni. Ez az elmúlt 30 évnek az elképesztő terméke. Ha megnézed, hogy hány embercsoport, hányféle változást akart békésen kieszközölni, kierőltetni, és egyik sem ment. Nem mindegyik változás lett volna célra vezető. De az biztos, hogy az elmúlt évtizedekben az emberiség mély, paradigmatikus változást nem élt át a világképben, gondolkodásban, az egymáshoz való viszonyulásban. Ezért van az, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy egyre rosszabb. Nem egyre rosszabb, csak egyre kevésbé vagyunk urai a helyzetnek. Miért? Mert itt belül nincs rend. Tehát ha itt belül rend van, ha te tudatos vagy, ha te éber vagy, ha a te elméd világos, hogyha a te családi körülményeid elkezdenek rendeződni, mert te másképp állsz hozzá, akkor elkezd a te világod is rendeződni. Az a világélmény, ami az emberi kapcsolatok tapasztalata, az a kapcsolatok rendeződésével elkezd minőséget váltani, elkezd fejlődni. Helyesebben viszonyulsz az emberekhez, előbb-utóbb boldogság lesz, akkor is, hogyha nem tudod pontosan, hogy mitől vagy kitől. Csak azért, mert van egy rendezettség az életben. Úgyhogy ne hagyd, hogy idomítsanak, de ez az élet feltételhez kötött. És ezeket a feltételeket látnunk kell, és tudnunk kell, hogy melyeket tartjuk meg, és melyeket nem tartjuk be. Ezáltal alakul ki az az út, amit követünk. A betartott feltételek előttünk és mögöttünk vannak. Az út patkáján, balra és jobbra, az út szélén túl, azok a feltételek, amelyeket nem tartottunk be, amelyektől eltávolodtunk. Kívánom azt, hogy mindannyian találjuk meg az egyenes utat, amely a körforgásból kivezet, találjuk meg azt az állapotot, amely idomíthatatlan és így megzavarhatatlan, azt a fajta erőt, amely együttérzéssel és bölcsességgel párosul, és érjük el azt a felébredést, amellyel segítünk másokon és magunkon egyaránt. Tisztelettel köszönöm a figyelmet!